Jobbik főpolgármester jelöltje, Brenner Koloman a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Készült a Republikon Intézet, készített egy friss felmérést, mert a Karácsony Gergelyt 53%-ra, Vitézi 34-re, mi hazánkot 9-re, Brenner Kolomat önt pedig 4%-ra mérik. Mit gondol arról, hogy kevesebb, mint a felét mértek önöknek, mint a mi hazánknak? Hát a, nem a mi hazánkkal mérem magamat, hiszen ők egy teljesen más, hogy is mondjam, ideológiai be, beágyazottságú szélső jobboldali pártja, a Fidesznek, mi pedig egy hát Európa az A, a párt, tagjainak nagy része korábban jobbikos volt. A, a politikusainak egy része, a tagjairól én. én nem tudok uh -huh. nyilatkozni, mert nem tudom, hogy a tagok okay. milyen korábban milyen pártnak voltak tagjai. csak azt akartam leszögezni, hogy nyilvánvalóan nem uh -huh. ehhez mérem magunkat, uh -huh. hanem ahhoz képest, hogy mondjuk amikor én november 21-én elindítottam a tegyükre, Budapest Budapestet programom ismertetését, ahhoz képest én azt látom, hogy ez már egy értelmezhető olyan támogatottság budapesti viszonylatban, pedig főleg ez 10 tíz és 10 olyan budapesti polgárt jelent, akik azt mondják, hogy annak az Európa Párti polgár és konzervatív vonalnak, amit én képviselek, és a jobbik konzervatívok, Budapesten igenis meg kellene jelennie, akár mondjuk a közgyűlésbe is egy 5%-os határhoz közelítvén. Én ezt egy pozitív fejleménynek látom. Tehát időarányosan ön úgy látja, hogy nagyjából rendben Én azt gondolom, van. hogy ez egy olyan eredmény, amiha ha most kezdődnek még csak a viták, remélem itt is majd vitázok a többi főpolgármester jelöltel, én azt gondolom, hogy még, még itt nagyon sok tér van fölfelé vitára hívja, ugye, ön is mondta a jelölteket, lehet tényekről vitatkozni, hogy Karácsony Gergely az egyetlen önök közül, aki már vezetett fővárost. Olyan, amilyen. Sokan szeretik, még többen nem szeretik. Lehet arról vitatkozni, hogy jó sikerültek a bicikliságok, vagy nem, csődbe akar-e menni a BKV, vagy nem. Hát egy politikai vitának szerkesztő úr, egy kiegyensúlyozott polgári demokráciában, amiben mi hiszünk, természetesen mindig van rétjogosultsága, Általában amerikai elnökök is azokból szoktak lenni, akik még soha nem voltak korábban amerikai elnökök. Hát miről akarná ön meggyőzni Karácsony Gergelyt? Hát én Karácsony Gergelyt semmiről nem akarom meggyőzni. <coughs> hát akkor mert akkor mire akar vitatkozni? Mert, mert, azért akarok vitatkozni, hogy a kedves nézők és a budapesti választópolgárokat meggyőzzem arról, hogy igenis felül kell vizsgálni a kerékpársávokat, hogy vissza kell állítani a méltányos autóhasználatot. Hogy az én biztos, hogy mondjuk a 30-as táblákat nagyon bekorlátoznám, és kizárólag a pihenővezetekbe raknám ki, és így tovább. És mondjuk miről vitatkozna Szentkirályi Alexandrával. Én például azzal vitatkoznék Szentkirályi Alexandrával -e azzal kapcsolatban, hogy ő, mint a Fidesz jelöltje, egyetérte azzal az önkormányzat és főváros ellens politikával, amit a jelenlegi Fideszes kormány nagyon egyértelműen visz az én szemembe a forrás megvonástól kezdve, hogy annak idején a kedves nézők emlékeznek, a rendszerváltoztatás időszakában emlékszünk mm -hmm. rá, az volt az egyik legnagyobb fegyvertény az én szememben, a fiatal felnőttként éltem meg, hogy a kommunista tanácselnök helyett végre mi választottuk meg a polgármestereket, mi mondhattuk meg az iskolarendszerről esetlenként milyen a jelenlegi Fideszes kormány elvonta például az intézmény fenntartások jogát az önkormányzattól. A helyben beszedett SZIA-nak a 0%-a maradt helyben. Nem sorolom, szerkesztő úr, de, de. én azt gondolom, hogy ez egy egyértelműen önkormányzattelenes politika. Erről kérdezném Szent Alexandra. Alekszandra. Talos István idején 164 milliárd forintot az iparúzési adó, tavaly meg 355 milliárd. Az az iparúzési adó, én arról beszéltem, hogy mennyi szolidaritási adót de, kell, hogy lehet befizetni, miközben elvonták a fővárostól is és a többi önkormányzat. Attól is, mondjuk az intézmények, az oktatás és egészségügyi hmm. intézmények fenntartásnak a jogait, ami szerintem a helyi közösségek egyik legalapvetőbb önkormányzati joga. Vitézi Dávid eddig megismert programpontjai közül mi az, amit ön, amit vitatna a legszívesebben, vagy úgy érzi, hogy a leghatékonyabban tudna vitatni? Én e, például ugye a közbiztonságra vonatkozóan, ugye van ez a BKK, mondjuk mindenfajta ellenőrök, hogy a, a mondjuk a BKK-t igénybe vevőket, akik nem tartják be mondjuk az együttélés szabályot, azokat leszállítaná a villamosról. Ez rendben van az én szememben, a tegyük rendbe a közbiztonságot e, programpontomban ez szerepel többek között, de azt gondolom, hogy például nagyon szívesen várnám a véleményét arról, hogy tudja támogatni azt, hogy mondjuk a rendészek feladatköreit újra visszaállítjuk, és a rendészek ne azzal foglalkozzanak, hogy mondjuk autókat bírságolnak és bilincselnek, hanem a közterületeken a rendőrökkel közösen tényleg rendész feladatokat ö, ö, lássanak el, vagy például ö, ugye az én programom van az is szerepel, hogy a térfigyelő kamerákat ö, meg kell tízszerezni egy ciklus alatt az én véleményem szerint. Mit gondol erről a rengeteg sebességmérőről, amit a polgármesterek kihelyeznek mostanában is, hát a romá bírságolják a gyorshajtók? Hát így van. Én, én félretes nehezség az, hogy be kell tartani a sebességkorlátozásokat, a törvényes rendpártyaként nagy, nagy híve vagyok ennek de ezért kell betartható sebességkorlátozásokat megszabni. Szerkesztőről, ahogy mondtam, le a 30-as táblákkal ott, ahol azoknak nincs semmi jelentősége. Ráadásul ebben a stúdióban is már elmondtam, hogy azért bocsánat, 30-at, aki autóban ül, pontosan tudja, hogy kettesbe kapcsolok, akkor bőg a motor, nagyon sok káros anyagot bocsát, ki hármasba rakom, akkor megint, akkor megint vissza kell rakni kettesbe. Tehát ez egy irreális sebesség. Nyilván van a pihenővezetekben ennek van létjogosultsága, de alapvetően ennek a mondjuk normál forgalmi haladás szempontjából szerintem ezeket felül kell vizsgálni, csak úgy, ahogy az elektromos rollereket is én egészen addig kitiltanám Budapesten, mert nagyon balesetveszélyesek, amíg a Kreszben nincs megszabva, hogy micsodák az elektromos rollerek, mert ugye jelenleg ilyen a ex állapot van. Így van. Amikor a vitáról beszélünk, ön teljesen komolyan gondolja azt, hogy mondjuk egy DK szavazót, egy budapesti DK szavazót meg tud arról győzni a vita segítségével, hogy Karácsony Gergely rosszul vezeti ezt a várost, hiszen Gyurcsány Ferenc Karácsony Gergely támogatja. Hát mondjuk úgy, hogy a DK szavazó nekem nem célcsoportom alapvetően, de szerintem a vita Tártállástól vagy mondjuk ideológiai meghatározottságtól függetlenül. Egy kiegyensúlyozott polgári demokráciában a vita az szerintem, és én nagyon sajnálom például, hogy az elmúlt időszakokban nem volt miniszterelnök jelölti vita, mert azt gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott polgári demokráciában a polgároknak joga van ahhoz, hogy egy vitában mérjék össze a karaktereket. Az, hogy ki mennyire tud reagálni akár egy ilyen TV stúdióban arra, amikor mondjuk akár a nézők feltesznek neki egy kérdést a szerkesztő úr közvetítésével, uh -huh. és így tovább. és igen, és kiderül az, hogy mondjuk ki az, aki csak lózongokat tud mondani, vagy betanult maneleket, vagy ki mögött van érte, olyan értelmezhető tudás, amivel meggyőzi a budapesti választópolgárokat. Én azért nagyon-nagyon várnám ezeket a vitákat. Őszintén tisztám a lelkesedését, de nem tudom, hogy ő -e már politikáról vitatkozni embereket hentes hentesboltba, vagy sörözőben, hát az sok minden csak nem a meggyőzésről szól. Hát, hogy is mondjam, ez egy nagy baj szerintem. Én egyébként nagy kedvel szoktam olyan helyeken is vitatkozni emberekkel politikával, hát én járok azért elég sok felé. Én azt gondolom, hogy ha megfelelően fordul az ember, nagyon sokat standolok is, holnap Pesterzsébeten 9.30-kor tisztelettel jelezném, hogy a jobbik konzervatív Köszönöm, polgármester jelöltjével Róvó Lászlóval standolok, tehát hozzám nagyon sokfajta ember oda szokott jönni, és én általában nem mindig tudom őket 100 száz meggyőzni, de arra megszoktam őket győzni, hogy tudom, miről beszélek. Brenner Koloman, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm, hogy itt lettem.